Sziasztok! Egy műfenyőt fogok megcsinálni, mert ketten vagyunk, és élőfát nem vettünk már elég régen. Műfenyőt az túl nagy, úgyhogy már nem díszítem föl, úgyhogy gondoltam, hogy csinálok magamnak egy olyan kis fenyőt, amit minden évben fogok tudni használni. Nem fog majd túl nagy helyet foglalni, hogy eltegyem. Na, úgyhogy van egy ilyen gulám, ez ilyen habszivacs, vagy nem is tudom, minek nevezik ezt a... Mint ami a házszigetelésedben. Igen, egy olyan gulát vettem, és akkor olyan különböző boák vannak, meg egy égősor, meg díszek, meg vannak itt nekem szögek, meg fogók, meg mindenféle dolgok. Most először csinálom, úgyhogy nem tudom, hogy fog sikerülni. Úgyhogy el is kezdeném. Itt ilyen miniszög van a kezembe, azt beleszúrom ebbe a boába. És elkezdem feltekerni. Csak nem maradtam. Úgyhogy nem beleszúrtam. Miért nem maradom? Na jó, kitalálunk mást. Ezt itt most félbehajtottam a végét. Látszik. És úgy fogom beleszúrni. Ez csak azért, hogy fixebben álljon, addig, amíg tekerem. Ugye, és akkor így egész egyszerűen föltekered. Az első sort azt ugye letolom egészen az aljára. Nem ragasztok oda semmit, mert ha véletlenül nem tetszik, nem olyan, amit szerettem volna, akkor újra tudom kezdeni. Csak itt mindent leszórok vele. Na, első etap, pipa. Első etap, pipa, még ezt itt valahogyan rögzítenem kell. Mivel? Szintén kiszogja? Hát megpróbálom azzal. Meglátom, mit ad. Hogy sikerült. Igen. Egész jó. Ez így nekem tetszik. És akkor föltekerem rá az égőket. Szeretem, hogyha világít nagyon. Ezt is egész lent fogom elkezdeni. Mondtam már, hogy ez egy 8 méteres égősor volt? Nem. Nem mondtam még? Nem mondtam. Na, úgyhogy ez egy 8 méteres égősor volt, amit félbehajtottunk, megsodortuk, és utána még egyszer félbehajtottam. Ugye ez így akkor és akkor most ez így pontosan 2 méter lett. És pont elég is a hossza. Micsoda meglepetés. Ugye, hogy így van. Azt hiszem, ezt megint megpróbálni, fixálni valahogyan. Megint egy ilyen miniszöggel. Gombos tű az sajnos elhajlott, nem tudtam vele jól dolgozni. Azzal szerettem volna. Soha lett a szögem. Nem volt elég szoros, úgyhogy nem tartotta meg. Na, légy szíves. Újra egy szög. Na, most jó. És úgy gondoltam, hogy mivel a díszeim kékek,
Én ezt a kék ezüstöt választottam, Feri nem nagyon értett velem egyet, de nekem ez tetszik. Úgyhogy ezt is szépen körbe tekerem, és megpróbálom úgy felrakni, hogy ezért az égőket ne nagyon tüntessem el. És az a gondom, hogy ugye nem tudom forgatni a zsinór miatt, de talán sikerülni fog az égők közé. Akkor forogsz te. Így van? Én nem. Te se forogsz? Nem. De itt legalábbis ez az oldal, ez elég jól sikerül. Majd a másik oldalt azért ellenőrzöm, hogy ott mit műveltem. Azzal nem is csinálok ott fönt semmit, ez úgy marad. Megnézem, hogy mit műveltem. Jó lesz ez egyébként. Szerintem is. Majd az égőket, hogyha fölkapcsolom, akkor még biztosan meg tudom igazítani, hogyha nem jól látszik. És akkor el is kezdem feldíszíteni is. Vannak ilyen különböző színűek. És a legtetejére túl sok mindent nem fogok tenni, mert ez a masni fog ide kerülni. És itt el fog takarni nekem mindent, úgyhogy körülbelül innen kezdtem el díszíteni. Uh-huh. Méghozzá. Úgy. Ahogy rárakom a szögre. És beszúrom a kapszivacsba, hogy mit mondtunk, mi ezt már felejtettem azért. Hát kapszivacsnak is jó. Nem könnyű ám nekem ez. De valahol megoldom. Nem lesz ez rossz. Remélem nem fog lehullani, hogy a díszeknek elég nagy lukat csináltak. És ugye a szögnek a feje elég picike, de most nem is egyet szeretnék tenni, hanem ezt a nagy kéket, ezüstöt, nem is kék, ezüst. Kikapcsoltad egy kicsit szerintem. Volt egy kis technikai problémám a szögeimmel, úgyhogy vannak ilyen gyöngypálcáim, mert ennek az egyik vége az hurkos, de hát szükségtörvényt bont, ez volt itthon. Ezt kihajlítottam egy picit, hogy rá tudjam tenni a díszeimet. Éreztem, hogy elég elkészítenem a fogóimat. És akkor ezekre ráakasztottam a díszeket, kb. Így. Persze most nem sikerül egyből összenyomnom. Eddig ez egyébként jobban ment.
És tehát átbújtak a szögnek a fején, és lehullottak, úgyhogy kénytelen voltam megoldani másképp. Úgyhogy ezzel a gyöngypálcikával raktam fel a díszeimet. Lehet, hogy még valamit nem cseréltem ki, majd hogyha időközben leesik, akkor felteszek egy másikat, felraktam a masnit a tetejére, ugyanígy egy ilyen gyöngypálcikával. Egész jól néz ki a fa? Hát így elsőre elégedett vagyok, nem olyan rossz, lehet, hogy jövőre fogok csinálni egy másikat, vagy ezt meg fogom csinálni másképp. Most így egy ilyen hirtelen jött ötletképpen elégedett vagyok vele. Nem tudom, látta-e így a hátulját? Látszik, jó. Kicsit módszeresebben is lehetett volna talán fölrakni a díszeket. Majd alakul ez még, legközelebb majd jobb lesz. De hát most is nagyon szép. Ha valakinek sikerült adnom egy jó ötletet, és tudja tökéletesíteni, akkor árulja el nekem. Nem egyedül találtam ki ezt, láttam dolgokat az interneten, és de olyanokat, amik nem világítottak, és én mindenképp olyat szerettem volna, ami világít. Hát most ez legalább világít, lehet, hogy nem túl szép, de világít. Sziasztok! Gyönyörű szép. Egy kicsit még várjál, lekapcsolom a lámpát. Hoppla. Szóval így néz ki sötétbe, valamennyire sötétbe, hát ugye kint még világos van, de hát elég jó. Ezzel is csinálunk egy kis felső felvételt. Nézzük, hogy mit ad így. Szóval így világít. Úgy, a másik irányba is. Elég jó. Hát biztos, hogy van mit tökéletesíteni. Majd egy következőnél. Na, akkor sziasztok!